Lehet, hogy nem vagyunk elégedettek mértékében a magyar kis- és középvállalatok gyors kiépülésének, de azért ezt ne felejtsük el, hogy a kis- és középvállalatok, ez az úgynevezett Mittelstand Németországban vagy Franciaországban, a kisiparosok, kiskereskedők, kézművesek, magánföldművesek, farmerek osztálya, ez évtizedes, hanem évszázados fejlődés eredményeként alakul ki, mert ezt mindenki tudja, hogy ez elsősorban kultúra kérdése, nem pedig pénztőke kérdése megint. És hát egy totalitáriánus rendszer az éppen attól volt totalitáriánus, hogy nem engedte meg a pórusaiban sem ezeknek a vállalkozói kultúráknak a szárbaszökkenését és kialakulását. Illetve, ha egyáltalán a magyarországi rendszerváltásnak e tekintetben sajátszerűsége van a csehszlovák és a lengyelhez képest, akkor pontosan az, hogy a megelőző Kádár-korszak sokkal több ilyen vállalkozási lehetőséget és pórust nyitott meg, tehát Magyarországon igenis fejlettebb volt a vállalkozói kultúra. Pontosan azért, mert az 1968-as új gazdasági mechanizmus bevezetése eredményeképpen Magyarországon így vagy úgy, mutyi vagy nem mutyi formájában, állami vagyon részleges privatizációjával vagy nem, ezek a vállalkozások már szárba szökkenhettek. Sőt, szeretném közölni, hogy 1982-ben Hetényi István pénzügyminisztersége idején egy kisvállalkozás alapítási hullám söpört végig Magyarországon. Azt is lehet utálni, a gazdasági munkaközösségek, a vállalati gazdasági munkaközösségek és egyéb különböző vállalkozások formája van. T.S. Mellék üzemágaz sokkal korábbi. Tehát most nem tudom felsorolni az egészet, mert a gazdaság története Magyarországon nagyon gazdag ebből a szempontból. De az biztos, hogy Magyarország a kisvállalkozói kultúra tapasztalati alapú fölnövekedése tekintetében fényévekkel előtte járt Csehszlovákiának és még Lengyelországnak is. Lengyelországban ne felejtsük el azt is, hogy amikor 1981-ben lényegében Jaruzelszki tábornok irányításával hadiállapotot vezettek be, akkor lefejezték a kisvállalkozói szektort is. Tehát azt megelőző 15 év, mert ugye Gomulka és Gierek kormányzása idején már voltak kisvállalkozások Lengyelországban, ezek már akkor, amikor Jaruzelszki tábornok hatalomra jutott, lényegében nem kaptak levegőt, és megfulladtak ugyanúgy, mint Gusztáv Huszár Csehszlovákiájában. Még melléküzemágai sem voltak a TSZ-eknek a legutolsó időkig. Ebből a tekintetben inkább Tozo Zsivko és Nikolaj Ceausescu rendszerére lehet emlékezni. Tehát javaslom, hogy tiszteljük a tényeket. Én nem mondok értékelést, mert arra nincs idő. Magyarországon a vállalkozói kultúra sokkal erősebb volt, és hogyha nem volt elég erős, az azért van, mert azért a szocializmus az mégiscsak szocializmus. Tehát azon a ponton, ahol igazából átléphetünk volna egyfajta kapitalista jellegű fejlődésbe, azon a ponton a szocialista fejlődés mindig megállt, mert a kommunista párt soha nem engedte meg a tőkepiac létrejöttét, márpedig tőkepiac nélkül nincs magántulajdon. Hát Lajos, hogyha tényleg megvolt ez a kis- és középvállalati kultúra, akkor mi történt? Ezt majd elmondod. Akkor mi történt? Akkor mitől fulladt ki ez a gazdaság? Majd elmondom. Hogyan lehetséges, hogy akkor egyszerűen nem jött létre az a piacgazdaság, aminek szerinted az összes szükséges feltétele már csirájában bár, de valahogy azért ott volt? Elmondom. Mondd el. Mondhatom? Persze. Na. Igen. Ez itt a reklámhelye. Engedje meg a tisztelt társaság, hogy bemutassam tavaly megjelent könyvemet, ami a Közép-Európai Egyetem gondozásában látott napvilágot. Sajnos csak angolul van meg, mert Magyarországon egyetlen könyvkiadó sem érdeklődik utána. Ez összehasonlítja a közép-európai országok rendszerváltását, mind gazdasági, mind társadalmi, mind pedig kulturális szempontból. Fölhívom egy másik tanulmányomra a figyelmet, amely pont arra a kérdésre fog választ adni, amit Róna tanár úr most feszeget, hogy mégis mi ment félre. És most erről szeretnék néhány szót szólni. Mert hát fölkérte. A legfontosabb
ami félrement Magyarországon, az a politikai szférában keresendő romlás. Magyarországon a kormányzás, governance, kormányzati munka minősége folyamatosan romlik 25 év óta. Félrejtés ne essék, az Antal kormányé sem volt tökéletes. Most csak a rövidség kedvéért engedjék meg, hogy egy ellentmondásra mutassak rá. Az az ellentmondás pedig úgy szól, hogy az Antal kormány rendkívül sok nagyon fontos reformot vezetett be a vállalati szférában, a úgynevezett mikrogazdaságban, utaltam a csődtörvényre, de utalhattam volna a vállalati törvényre, utalhattam volna a számviteli törvényre, a bankok privatizációra, rengeteg dologra, de sajnos az Antal kormány a költségvetési stabilizációt soha nem hajtotta végre, hanem mindig halogatta. Ezt azért tudom ilyen határozottan állítani, mert megint engem kell megkövezni. Én voltam az a szerencsétlen flótás, akinek utána a Horn kormány idején osztályrészül adódott az a szívet melengedő feladat, hogy ezt a bizonyos költségvetési stabilizációt 5 évvel azután, hogy ez esedékessé vált, elvégezzük. Tehát a gazdaságpolitikáját tekintve, ami a makroszintű pénzügyi menedzselését, igazgatását jelenti az országnak, monetáris politika, fiskális politika és jövedelempolitika, ebben a tekintetben az Antal kormány nem állt a helyzet magaslatán. És a Horn kormány is elvesztett 9 hónapot. Azért lássuk be, Horn kormány megalakult 94 májusában, és a úgynevezett bokros csomag, de sokkal szebb, hogyha úgy mondjuk, hogy a 95-ös pénzügyi és gazdasági stabilizáció az 1995. március 12-ével kezdődött. A Horn kormány tehát ilyen értelemben végre kiiktatta azt a diszkrepanciát, azt a feszültséget, ami a már átalakuló magángazdaság, vállalati gazdaság, mikroszerkezet és a még szocialista elveken működő túl nehéz, fejnehéz, ornehéz, borzalmasan nem átalakított állam jelenti. De csak a stabilizációt tudta megvalósítani. A harmadik nagyon fontos feladatra, nevezetesen az állami szféra szerkezetváltására, szerkezeti átalakítására, amit úgy szoktam nevezni, hogy a szerkezeti reformok kritikus tömege, arra a Horn kormánynak nem volt ereje, lehetősége, társadalmi támogatása. Mindössze egyetlen komoly reformot tudott megvalósítani, ez a nyugdíjreform volt, ami 1998-ban indult meg. Ezzel Magyarországon a fontos szerkezeti reformok kora lezárult, és az úgynevezett dicsőséges évtized, amit ebben a írásomban így nevezek, a reformok dicsőséges évtizede, a rendszerváltás első évtizede ilyen értelemben befejeződött. De ezért, hogy mondjunk egy-két jó szót a harmadik kormányról is, a Orbán Viktor vezette első Fidesz kormányról, azért őnekik is van ám érdemük. Mondom ezt most, amikor éppen ellenük küzdünk egy másik páston. Nevezetesen 3 évig nem rombolták szét a stabilizációs gazdaságpolitikát. Habzó szájjal szidják a bokros csomagot most is, de abból éltek 2001-ig. Itt csak 2001-ben jött el a hatalmas fordulat, az újfajta unortodox gazdaságpolitika jegyében, akkor úgy gondolták, hogy a Rona tanár úr által is sokszor ostorozott, exportorientált, beruházás által vezérelt és egyensúlyőrző gazdaságpolitika helyett a belföldi fogyasztás orientált, költségvetési túlköltekezéssel fűtött és a bérek növekedésén alapuló gazdaságpolitikára helyezték a hangsúlyt. Megyesi Péter kormánya 2002-ben ahelyett, hogy ezt visszafordította a normális... Most már azért messze vagy a kérdés megválaszolása. Nem, ez nagyon fontos, mert a kormányzati tevékenység romló minősége az, ami Magyarországon, ha úgy tetszik, a történelem szemétdombjára hajította azokat az eredményeket, amiket a rendszerváltás első évtizedében elértünk. De majd, ha lesz időm, folytatom. Akkor hogyan látja ezt az évtizedet, tanár úr? Igen, hát ugye
itt van az alapvető nézeti különbség Bokros Lajos és közöttem. Ugyanis az ő szemében a meghatározó tényező, a mindent meghatározó tényező a hatalom viselkedése. Minden attól függ, hogy mit csinál a hatalom. És ha a hatalom rosszul csinálja, akkor az a magyarázat a kialakult helyzetre. És nem az, hogy a társadalom mélyéből nem tör fel az az erő, ami kényszeríti a hatalmat a helyes, észszerű, józan, produktív, termelőképes viselkedésre. Tehát, és engem ez a második kérdés érdekel. Amikor ő arról beszél, hogy itt volt vállalkozási kultúra, dehogy volt, ami itt volt, az az állami eszköztár leszívása privát célokra, és azt neveztük Hetényi után a privát szférát. Doktor úr létrehozott egy külön kis labort, ahol a kórház eszközeivel teszteket végzett, és kapott érte külön pénzt a pacienstől. És így tovább. Ez nem a magánszféra. A magánszféra nem erről szól. Ez nem az a viselkedési mód, amiről én beszélek. Tehát, amit Bokros Lajos idáig elmondott, kizárólag a hatalom viselkedéséről szól. És erről lehet vitatkozni, hogy most ez jó volt, most miért volt jó, miért volt, milyen törvény, és így tovább, de nem ez a lényeg. Egy egészséges társadalom kialakulásában az a kérdés, nem az az egyedüli és kizárólagos kérdés, bármennyire is lehet fontos, hogy mi jön le felülről, hanem az, hogy mi megy fel alulról. Tehát a bázisdemokrácia, mint alap szervező képesség, a társadalom önszervező képessége, ön meghatározó képessége, ön társadalmi asszociáció, tehát éppen azért rendkívül fontos, szimbolikus jelentősége is van ennek a norvég alap vitának, hogy a társadalmi szervezetek önmeghatározó és önkezdeményező képessége, az egyén önmeghatározó és önkezdeményező képessége. Hol van? Hol van erre a lehetőség? Hol van erre a tér? Hol van erre a kulturális háttér, ami mindezeket ösztönzi, lehetővé teszi, élvezetessé teszi, és megalapítja annak a lehetőségét, hogy ebben a társadalomban élő személyek alkotó életet élhessenek. Ne? Na most ezt a problémát nem lehet megközelíteni felülről. Ezt a problémát a társadalom és a viselkedési formák legbelsőbb szerkezetében kell megtalálni. Mi az, ami ebben a kérdéskörben annyira jellegzetes a magyar viselkedési módra? Mi az, hogy most egészen a mai helyzetre térjünk, mi az ebben a társadalomban, amit egy kormány a porig megaláz, becsap, hazudik neki, elviszi a pénzét, és kétharmada megszavazza? Mi az a lelki állapot, ami őt, ezt a társadalmat erre készteti? Ő ismét, és ismét, és ismét. És ez egy nagyon régi probléma a magyar történelemben, ez nem új. Legfeljebb az az új benne, hogy a jelenlegi kormány ezt tökéletesen megtalálta, és tökéletesen tud belőle politikai tőkét kovácsolni. Na most erre, hogy most melyik gazdasági politikát ki hajtotta végre, melyik törvényt ki hozta, hogy a csődtörvénynek mi volt a jelentősége, és hogy a nyugdíjreform, és mit tudja, micsoda, mikor jött be, és hogy mindenről mit gondolt Antal József, igen, van jelentősége, de szerintem nem itt van a kutya elásva. Nem itt van arra a kérdésre a válasz, hogy miért szakad szét a történelem folyamán oly gyakran ez a társadalom, úgy, hogy annak talán a legalkotóbb, legkreatívabb, legtehetségesebb része elvándorol innen, elmegy innen,
mi az, és én személy szerint életemben ezt kétszer megtapasztaltam. Először 56-ban, és másodszor most. Mi az, ami bizonyos ember típusokat, bizonyos alkatokat kilök magából ez a társadalom? Honnan jön ez? Miért van az, hogy azokat a képességeket, szerények vagy jók, mindegy, amelyekkel én rendelkezem, egy Amerika vagy egy Nagy-Britannia legnagyobb örömmel fogad, és itt a legmaradéktalanabb elutasításban részesül? Miért van ez? És ez az a kérdés, ami 300 vagy 500 ezer honfitársunkat ott Londonban és máshogy igazán izgat, és bánt, és fáj neki. Tehát az az apológia, amit Bokros Lajos nagyon szépen, nagyon elegánsan felvezetett, számomra majdnem azt mondanám, hogy sértő. Mert egy olyan valósággal foglalkozik, ami eltakarja azt a valóságot, ami számomra tényleg nagyon-nagyon fontos. Igen, köszönöm szépen. Hanem engedtessék meg azért itt egy, a Csapos is közbeszól módon. Tehát nagyon emelkedett mindkét, és nagyon szakszerű, csak én elég föltözzagat voltam és vagyok újságíróként. És a Bokros csomagot én akkor is nagy tiszteletben tartottam, sőt, ahogy Lajos kiáltott a diákok elé, azt meg különösen, úgyhogy utólag gratulálok, akkor nem tettem meg, akkor megteszem majdnem 20 év múlva. Nyilván nem tudom igazán a szakmai közegben elemezni a Hor kormánynak a gazdaságpolitikáját, kormányzati döntéseit, de mindig valahogy visszatérek oda, és ez bizonyos fokig szinkronban van azzal, amit tanár úr mondott, hogy ugye a magyar viselkedési mód, kultúra, hogy az állami eszköztárat igyekeztek ugye már korábban is leszívni a magánszférába, a privátba. És hát akkor megint a privát, ugye a privatizáció, és akkor a Hor kormánynak is volt egy privatizációs gyakorlata. És ebben nekem is van egy személyes tapasztalatom. Egy kedves ismerősöm, egy nagyon vállalkozó volt, megkért, hogy hozzam már össze a APVRT illetékes igazgatójával egy privatizációs ügyben. Ez egy ilyen, nem tudom, másfél vagy két milliárdos értékű privatizációs ügylet volt. Én megtettem, ráadásul ott is ültem akkor, amikor elkezdtek egymással tárgyalni, tehát tényleg személyes élmény volt. Volt egy pillanat, amikor, és ezt csak azért mondom, mert szerintem jellemző volt a Hor kormány időszakára, volt egy pillanat, amikor ez az ismerősen föltette a kérdést, és tessék mondani, hát hogyan lehetne az ember biztosabb abban, hogy sikeres privatizációs pályázatot élhet meg. Tessék meghallgatni, mit mondtam, mi volt a válasz. Hát ezt meg kéne beszélni a pénztárosunkkal. A srác elment a pénztároshoz, ez egy ügyvédi iroda volt. Én ott nem voltam, de utána gondolom azt mondtam, ami történt. Azt mondták, hogy itt letetszik tenni itt azonnal 25 millió forintot, akkor esetleg reménykedett abban, hogy maga nyeri meg. Úgyhogy a magyar lélek az soha nem felejti el ezt, és ennek, amit róla tanárom mondott, akármilyen módon, és ennek ma is van hatása. De most én ezzel nem a gazdaságpolitikáját próbálom azért minősíteni, mert mondom, az nem értek. Csak nyugodtan. Nem, mert azt te tudod meg, nem a szakterületen, de ez egy olyan eset volt, amit, mint ha úgy tetszik, politikus, nem hagyhatok figyelmen kívül, hogy rá kell testálnom a Hor kormányra. Hiszen azért akkor osztottak az elvtársaknak, nem ők, nagyon keményen vagyok akar. És ha már az első Orbán kormányt említetted, akkor azt mondhatom, hogy a Viktorék filozófiája az volt, egy mondatban összefoglalható privatizáció szempontból, most mi jövünk. Elvtársak, most mi jövünk. Most mi nyújjuk le, amit még lehet. És ez történt. Hát ezt utálja a magyar nép, és ezt fordította vissza Orbán nagyon jól a Gyurcsányékra, meg az elmúlt 8 évre. Úgyhogy
a magyar lélek, és azt, amit tetszett említeni, abban mindez benne van. Engem is zavart az. Nyilván azért én nem 8 évezek. Három probléma van azzal, amit Róna tanár úr elmondott.